Egymás mellett állnak a vadonatúj fehér autók a megyeháza épülete előtt. A járműveket ezentúl a Szabolcs-Szentmihályi megyei kormányhivatal munkatársai vehetik igénybe. Román István megyei kormány megbízott az átadás során hangsúlyozta, a kormányhivatalokban dolgozók korántsem csak irodában végzik tevékenységüket, mindezt jól számlálteti, hogy 2019-ben körülbelül 2 millió kilométert futottak az irodák autói a vidéki ügyintézések alkalmával. A vidékfejlesztési programnak a fő célja az, hogy a gazdálkodókat, illetve a vidéken élő embereket segítse különböző pályázatokon keresztül, viszont hogy ezek a pályázatok sikeresen megvalósulhassanak, ahhoz a kormányhivatalnak, a kormányhivatal agrárfejlesztési főosztályának is sok teendője van, a terepi ellenőrzésektől kezdve lehetne még sorolni. Ugye ezek a gépjárműbeszerzések éppen azért történtek, hogy ezt a munkát hatékonyabban és gyorsabban tudjuk ellátni, mint ahogy eddig elláttuk, és ezzel is tudjuk azt segíteni, hogy akiknek nyertes pályázataik vannak, vagy területalapú támogatást igényeltek, a megfelelő időben a pénz az ott is lehessen a számlájukon. Ezek az eszközök fontosak ahhoz, hogy a megyét járva a terepi ellenőrzéseket megtartva a programoknak a végrehajtását felgyorsítsuk. A területi közigazgatásért felelős államtitkár beszédében kiemelte, a járási hivatalok és a kormányablakok kiépítésével 2011 óta folyamatosan bővültek az állami lakossági szolgáltatások. György István úgy fogalmazott, a magyar kormány számára fontos, hogy a hivatalokban dolgozók megfelelő körülmények között tudják végezni munkájukat, a hatékony ügyintézés ugyanis az ország teljes lakosságát érinti. Nagyon remélem, hogy sikerül a kormányhivatalokat az elkövetkező időben is minél inkább úgy kondicionálni eszközben, infrastruktúrában, és természetesen vonzóvá téve a kormányhivatalban végzendő munkát, a bérfejlesztések révén is versenyképessé tenni a kormányhivatalokat, és az elkövetkező időszakban szeretnénk egy kicsit ilyen nyugalmasabb időszakot a kormányhivatalok életében, amikor is mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabályok ránk testálnak, amelyeket a kormány elvár a területi közigazgatási szervektől, mint feladatokat, hogy elvégezzenek, ezeknek szeretnénk minél magasabb színvonalon eleget tenni. Az eseményen elhangzott, a Szabolcs-Szentmihályi megyei kormányhivatal az utóbbi két évben közel 3 milliárd forintot fordíthatott ingatlanjainak fejlesztésére. Román István elmondta, a tervek szerint az idei évben a nyíregyházi Besenyei téren található iroda fog megújulni.